Meg tudnám mondani a doktor úr, mi a jobb? Előbb egyen a kutya, és aztán sétáljon, vagy fordítva. Mindig fordítva. Minél nagyobb testű kutyáról beszélünk, annál nagyobb hangsúllyal kell arról beszélni, hogy a kutyák sajnos hajlamosak arra, hogy a gyomruk megcsavarodjon időnként. Hogyan tud a kutyának a gyomra megcsavarodni, és melyek azok a kutyák, amelyek igazából veszélyeztetettek e tekintetben. Minél nagyobb testű kutyáról beszélünk, és minél mélyebb a mellkasa a kutyának, itt a Dobermanra gondoljunk, a Bernát hegyire, a moszkvai őrkutyára, akár a német juhászra is természetesen. Ezeknek a mellkasuk egy ilyen mély dobozos nagy mellkas, és ezeknek a kutyáknak van egy bizonyos hajlamosságuk a gyomorcsavarodásra. Mikor képes a gyomor megcsavarodni? Akkor, hogyha telített a gyomor, tehát magyarul egy evés után vagyunk, és az állat élénken mozog. Ilyenkor van áll fenn annak a veszélye, hogy a gyomor megcsavarodik. Ennek következtében én azt szoktam javasolni a saját pácienseimnek is, hogy fordítsuk meg, sétáljunk egy nagyot a kutyával, fárasszuk ki, és miután megérkeztünk, akkor adjuk oda neki az ételt, amiután majd elfekszik és egy nagyot alszik, abban a pihenésben nem fog megcsavarodni a gyomra, ez természetes, és nem történhet semmi olyan negatív változás, ami már orvosi beavatkozást igényel. Annyit tudni kell a gyomorcsavarodásról, hogy ha nem vesszük észre időben, már pedig ugye gyakran ez éjszaka történik, a kutyát megetetve, utána megsétáltatva, bezárjuk a kennelbe, legközelebb reggel találkozunk a kutyával, előfordulhat, hogy reggel már csak egy felfúvódott kutyahullát találunk, mert a gyomorcsavarodás nagyon gyors felfúvódáshoz vezet, amely halált hoz, két-három óra alatt is végbe mehet a haláltusa és a halál. Tehát ez egy fontos kérdés, nagyon örülök is a kérdésnek, mert érdemes akkor erről itten 2 percet erről beszélni. Az etetés az bizony mindig az sétáltatás után történjen, még akkor is, hogy a kis testi kutyáról beszélünk. Láttam már a pekingi palota kutyán is gyomorcsavart, meg is kellett műteni, olyan komoly volt, tehát kis testi kutyán is időnként előfordul, de nyilván a nagy testi kutyánál a fontosabb ennek a kérdése.